A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha ellenmondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Tekvandó Szövetség támogatója, a KVON. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen. És a kedves nézőknek is bemutatom Elbert Gábort, akit úgy gondolom, hogy mégse kell igazán bemutatni, hiszen már annyi szerepben fordultál elő a magyar sportban, hogy előbb vagy utóbb mindenki, akit érdekel ez a életünknek ez a területe, a magyar sport, na találkozott veled. De azért egy pár dolgot emeljünk ki az életedből, amik a legfontosabb lépcsőfokok voltak, ugye tanár vagy, testnevelő tanár vagy, egyetemen tanítasz jelenleg, sportvezető voltál, sportállamtitkár voltál, futballista voltál, squash játékos voltál, tehát elég sok mindenről tudnak. Menedzser voltál, és most pedig, ha jól tudom, akkor mediátorkodsz, és különböző embereket készítesz fel bizonyos szereplésekre. Igen, ez is igaz, de a főállás az az, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán próbálom a jövő rekreációs szakembereit, tehát mondjuk így szabadidős sportmenedzsereit, illetve sportmenedzsereit fölkészíteni erre a szakmára. Ez már eleve érdekes, amit mondasz, ez a szabadidős sportmenedzselés, ez mit jelent tulajdonképpen, ha így dióhéjban össze lehetne foglalni? Azt ugye a hallgatók is mindig megkérdezik, és hogy haladnak előre az időben, még inkább megkérdezik, miért vannak itt, meg mi végül is az a papír, amit kézbe kapnak, az mire lesz jó. Alapvetően azt, én nekem az a filozófiám, hogy ott a gyerekeknek saját magukat kell megismerni, és azt megtalálni, mi az ő az útjuk. Ha ez a rekreáció, annak az a lényege, hogy az embereknek a szabad idejét valahogy úgy szervezni, hogy abban minél nagyobb szerepet kapjon a sport, a testmozgás, illetve az egészséges életmód, tehát az étkezéstől kezdve, a pihenésen keresztül, a sportolásig minden. Akkor ez egy rettető komplex valami ezek szerint. Hát mint magyarán, az életünk, éljünk igen. Egészségesen, így erről van, szól a dolog. Jól, igen. Hogy áll ma Magyarországon egyébként a szabadidősportnak az ügye? Te hogy látod belülről? Én azt gondolom, hogy abban a tekintetben sokat javult a helyzet, hogy kezd divattá válni az, hogy az emberek mozognak. Abban a tekintetben nyilván nehéz a helyzet, hogy nagyon sokaknak nincs rá idejük, mert ugye nem 8 órában dolgoznak, hanem sokkal többet azért, hogy a családjukat el tudják tartani. De én azt látom, hogy egyre többen látják azt meg, hogy érdemes magukkal foglalkozni, egyre többen fordulnak maguk felé, és nagyon komoly divat lett akár a kerékpározás, akár a triatlon, akár a futás. Most például ugye volt ez a Balaton átcsúszás, és több ezren voltak, szerintem ezek jó dolgok. De ez egy remek ötlet volt. Óriási, igen, és kár, hogy nem rajtunk múlik, hogy ezt minden éve meg lehet rendezni. Hát a magyar éghajlati viszonyokat figyelembe véve ez ritkán fordul elő. Igen, azt hiszem 10 éve volt utoljára jég a Balaton, talán valamilyet olvastam. Nehezen emlékszünk. Azt mondd meg, hogy ez a szabadidősport tevékenység, ez főként fiatalokra vonatkozik, vagy ebbe beletartozik a középgeneráció és az idősebbek? Mert a hallgatókat úgy próbáljuk meg felkészíteni, hogy gyerekektől kezdve az aktív korokon keresztül egészen az idősekig, de van, akinek például az lett a szakterülete, hogy a munkahelyi testnevelés, tehát hogy azok, akik ülő munkát végeznek, vagy olyan munkát végeznek, ahol valamilyen formában torzul a testtartásuk, nekik találjanak ki elfoglaltságot akár a munkahelyen, tehát ez nem függ életkortól, nem függ munkatevékenységtől, az volna a cél, hogy ebbe szinte mindenki bekapcsolódhasson. A
te tanítványaid jelen esetben hol tudnak például elhelyezkedni? Tehát hol kínálnak nekik mindig azt mondom nekik, nyilván az ember a saját életéből indul ki, hogy az úgy nem működik, hogy valaki végez, és akkor na itt van a diploma, és becsönget, hogy azt szeretnék dolgozni. Tehát ha valaki a bármilyen formában a sport területén akar dolgozni, annak el kell kezdenie, akár már a középiskolában, vagy amikor az egyetemre bekerül, hogy az arcát ismerjék, és nagyon sokat kell dolgozni ingyen, és alulról kezdve, tehát a lépcsők végigjárni. Van olyan hallgatóm, aki most a PMFC-nek a technika vezetője, ugye MB3-ban, van olyan hallgató, aki rájött menet közben az órák során, hogy ő tulajdonképpen színész akar lenni, és elment abba az irányba. Tehát én azon vagyok, hogy mindenki megtalálja a saját magát, és azt az utat, ami az övé valójában. Ugorjunk egy nagyot. Ugorjunk. De hát persze ez is kapcsolódik az életedhez, meg a korábbi tevékenységedhez, meg a jelenlegihez is részben. Labdarúgás. Ugye itt a leginkább ebben a sportágban a legmagasabb funkciót akkor töltötted be, amikor főtitkár lettél az MLS-ben. Erre hogy emlékszel vissza ezekre az évekre? Mikor volt fontos? Hát ez egy elég összetett kérdés, vagy erre a válasz elég összetett. Ugye én 2008-ban lemondtam a sportállamtitkárságról, pedig azt imádtam csinálni, és mai napig azt gondolom, hogy nekem van, vagy volt kitalálva. Bocsáss meg, most közbe fogok vágni, mert ezt, ha már itt tartunk, mert ezt is meg akartam kérdezni, így visszamenőleg, csak nem 10 évvel ezelőtt történt mindez. Itt az volt az érdekes, hogy egy 2006-ban lettél sportállamtitkár, 2008-ban pont az olimpia előtt, a pekingi olimpia előtt néhány héttel te úgy gondoltad, hogy ezt nem szeretnéd tovább csinálni. Nem, én az, hogy nem szeretném csinálni, azt, hogy ezt sosem gondoltam. De az volt a történet, hogy én a Nemzeti Sportszövetség főtitkára voltam 5 éven keresztül, ugye azt a nulláról építettünk egy nagy komoly szervezetet. És ezek már... a nem olimpiai sporták. Nem, ez minden. Ebben benne voltak az olimpiai sporták, a nem olimpiai sporták, a szabadidősport, a fogyatékosok sportja, minden. Tehát ez mind a Deutsche Sportbund mintájára jött létre, 2001-ben a sporttörvény hozta létre gyakorlatilag. És már közben többször megkerestek, hogy én legyek államtitkár, de egyrészt nem éreztem magam felkészültnek rá, vagy késznek inkább, másrészt nem éreztem azt, hogy bármilyen kormányzati ciklus közben ezt el szabad vállalni. És ugye a 2006-os választások után ismét megkerestek, és akkor azt gondoltam, hogy egy 5 éves ciklust végigcsináltam a Nemzeti Sportszövetségben, és azt feltételeztem, hogy szintől függetlenül, ugye van egy 4 éves ciklus egy kormánynak, tehát lehet valóban alkotni. Én azt imádtam csinálni, és ugye azért mondtam le, mert egy olyan minisztert neveztek ki a fejem fölé, akit sem emberileg, sem szakmailag nem gondoltam, sem akkor, sem most vállalhatónak. A neveket nem mondjunk. Nem szokott ez titok lenni, tehát úgy hívták, hogy Jenese István. Mondjuk mindenhol elmondtam, tehát meg akárki után tud nézni, tehát ebben nincsen titok. És utána jött az, és ugye valóban így van, hogy hivatalosan az olimpiai csapat búcsúztatójának, ez volt szombaton, és én hétfőn adtam be a lemondásomat, de őt májusban nevezték ki, és én akkor már tudtam rögtön, hogy ez, sőt már előtte, hogyha ő lesz, akkor ez nem fog együtt menni. Igen, csak hát így nagyobbat szólt a lemondás. Nem azért, hanem én akkor a sportolók, a sportvetőkkel, többekkel, akik barátok, ezt folyamatosan mondtam, a gyerekek, én ezt így nem fogom csinálni, és az ő kérésük volt az, hogy az olimpiai csapat búcsúztatásáig csináljam, mert hogy ők bíznak bennem, hogy én tudok nekik segíteni. Ha már az olimpiai csapatot elbúcsúztattuk és elindulnak az olimpiára, akkor már úgy sincs szerepem ebben, és ezért volt ez az időzítés, tehát semmi más oka nem volt, nem azért, hogy nagyot szóljon, hanem mert én azért voltam ott, hogy őket szolgáljam, és ők ezt kérték. Nos, ezután jött a megkeresés, hogy az MLS. Én azt is nagyon szerettem csinálni, azért keresett meg emlékeim szerint Kisteleki István, mert ugye én szerintem sok jó dolgot csinál, de nem szerették, és az ő kommunikációját sem nagyon fogadták jó szívvel az országban, meg a labdarúgásban sem. Én akkor népszerű voltam többek közt emiatt a lemondás miatt, meg talán azért is, amit előtte csináltunk. És én azt nagyon szerettem csinálni, azt is úgy végeztem, hogy jártam az országot, és nagyon sok ott a munkából baráti, meg szakmai kapcsolat maradt fent. Valószínűleg ezért kellett nekem 1 év után onnan eljönni, így is én voltam a csúcstartó. Az egy évvel. Én nagyon szerettem azt is csinálni, és valószínűleg annak köszönhetem, hogy ma is így vagy úgy, de dolgozhatok a labdarúgásban, hiszen ez a paksi vezetőkkel való kapcsolatom, elsőben Haraszti Zsolttal, ez abból az időből eredeztetik. Ugye MLS főtitkár lettem, és a Paks volt az a csapat, amiről nem tudtam gyakorlatilag semmit, tehát viszont sokszor mentem, és néztem, és érdeklődtem, és próbáltam segíteni, és így alakult ki egy barátság. Maradjunk Paksnál. Maradjunk. Ha nem is túl részletesen. Ugye ott dolgoztál az előtérben is, most egy kicsit talán visszavonulva.
csendesebben, mint háttérember, de ez az egész stadion projekt például úgy tudom, hogy még mindig a te szárnyaid alá tartozik. Igen, ez a Paksi történet, ez úgy jött, hogy amikor a Paks néhány évvel ezelőtt második lett a bajnokságban, akkor hívott föl Haraszti Zsolt, akivel akkor még csak MLS-Paks viszonylatban voltunk ismerettségben, és kért meg arra, hogy amíg a csapat áll az Európa Ligában, abba azt a részt, azt vezessem én, mert nekem van ebben tapasztalatom, nekik nincs, és ott azért kialakult egy komolyabb barátság, és akkor most már lassan 3 éve én egy klubban megállapodtam, az mégsem sikerült, és akkor fölhívott, hogy hallja, hogy mi történt, hogy akkor sehova máshova ne köteleződjek el, hanem próbálják neki a háttérben segíteni, és ez egy nagyon jó hely, Paks. És igen, valóban ott is van egy stadionprojekt, ugye a mi stadionunk talán a legkisebb, meg a legkevésbé modern ma az NB1-ben, és van egy nagyon szép stadion tervünk, amely 4500 fős stadion. Azért 4500 fő, mert ha a csapat még egyszer kijut az Európa Ligába, akkor az UEFA ezt írja elő, hogy otthon lehessen játszani. Abban a helyzetben senkit nem lehet hozni, se kormányt, se önkormányt, se a klubot, hogy kész az új stadion, de nem lehet benne játszani nemzetközi meccset. Most ez ott tart egyébként, hogy december 29-én megszületett, vagy kijött a közbeszerzési kiírás, tehát most éppen a tervezőnek az a dolga, hogy a pályázóknak a különböző kérdéseire hivatalos választ adjon, és ugye a számítások azok, hogy a kiírástól számított kb. 90. napon el lehet kezdeni dolgozni. Ugye a játéktér már megújult a tavalyi bajnoki szezon után, a nyári időszakban, és azt reméljük, hogy egy szűk másfél éven belül elkészül ez a stadion, azért lesz ez ilyen relatíve hosszú idő, mert mi otthon fogunk játszani, mert nincs hova menni, tehát ezért szakaszokban épül ez. Ha kell, elmondom részletesen milyen szakaszokban, egy nagyon szép, mi azt mondjuk, hogy funkcionális stadion készül, tehát amiben semmi csili-vili nincsen, minden terület azokat szolgálja, akik használják, tehát például a játékvető öltözőt a játékvezetők találták ki, a vendégszektort 3 ellenfél B-középpel egyeztetett, találtuk ki, a hazai szektorban ott lesz a dob helye, beszélgetés. Melyek voltak ezek a B-középek? Ezt nem mondom meg, mert neki kimaradt az. De egy nagyon konstruktívak és jó fejek voltak mindannyian, ezért lesz például a közepén álló hely, hogy azt mondták, hogy néhány száz embernek úgyis felesleges a szék, és ne okozzanak kárt. Ez egyébként jó dolog szerintem, hogy nem csak a építészmérnököket és a dizájnereket kérdezik meg, hogy egy-egy létesítmény milyen legyen, hanem úgymond azokat, akik majd használni fogják. Például a média részeket az MTVA szakembereivel, illetve a helyi média képviselővel együtt találtuk, hogy kinek hol lesz a hely, hogyan rakjuk össze. Tehát én azt gondolom, ez így stadion lesz, mert csak jól kell benne játszani. Igen, ezt reméljük mi is. Mint a hazaiaknak gondolom, de ezt szeretnéd. Említetted, hogy igyekeztek komoly nevelőmunkát csinálni Pakson, aminek persze van anyagi vonzata is később, hiszen azt is mondtad, hogy korábban, hogy hát valamilyen bevételre szert kell tenni a klubnak, tehát nem feltétlenül csak azokból a bevételekből él, amik eleve adottak, hanem például játékos eladásból. Most vannak ilyen játékosaitok, akiket szívesen tovább adnátok, hogy nem szívesen, de nem szívesen, nem szívesen, de előfordulhat. Hát valóban a korábbi időszakban ugye Böde Dani, Fiola Attila, Heffler Tibor valamennyien válogatott játékosként távoztak el. Mi büszkék voltunk nagyon, hogy az Európa-bajnokságon 2 paksi is ott volt. Folyamatosan vannak megkeresések, tehát azért a tavalyi szezonban a 24-es keretből 14-en Tolna megyeiek voltak, ami egy jó arány. Most kint van a csapat ugye a törökországi edzőtáborban, és Aurél azt mondja, hogy nagyon jó mennek a fiúk, és van kint 3 saját nevelésű fiatal megint, meg a keretben is vannak néhányan, akik ott nőttek föl, és vannak olyanok, akik meg már úgy lettek paksiak, mint mondjuk én is, hogy jó néhány éve ott vannak, és abszolút oda tartom, mint a Bartalaci. Nem tudja elképzelni, máshol lejátszon, vagy Bertus Lajos, akik ugyan nem paksi nevelések, de az emberek fejében, vagy Gévai Zsolt, aki a csapatkapitány, őket mindenki Pakshoz köti. Folyamatosan vannak megkeresések, ez mindig egy ilyen libikók, hogy végig gondolni azt, hogy az a pénz, ami bejön, az többet ére, mint amennyi kárt okoz, hogy esetleg egy játékos kiesik. Tehát a legjobb példa Lenzsér Bence esete, ugye, aki a 96-os születésüként már tavaly is játszott, és ugye az MLS-nek van ez a fiatal szabálya, amiért komoly pénzt kap a csapat, ha ő a pályán van. Tehát nyilván van, ki kell számolni, hogy mennyi pénzhez jutunk azzal, hogy ő játszik, és az a nulla, arra kell ráígérni. Tehát ez egy elég összetett történet lett, igen, de nyilván... Bocsáss meg, szóval én azt hiszem, hogy nyilván akkor érdemes játékost úgymond értékesíteni, vagy átadni egy másik klubnak, hogyha már látom, hogy az én csapatomban
kitölti be az általa. Igen, én azt gondolom, hogy ez ennél is összetettebb, mert szívesen jönnek játékosok a Lupus, ha azt látják, hogy innen, hogy ez egyfajta ugródeszkös lehet menni. Érteni. Tehát ez volt például nyáron Bajner Bálint esete, hogy ő el tudott menni Paksor Olaszországba futballozni, most onnan tovább áll majd valahova még több pénzt tud keresni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó jel volt, hogy igen, Paksor is el lehet menni külföldre. De abban a tekintetben is összetett, hogy van, amikor nem tudjuk pótolni, vagy nem tudjuk, hogy tudjuk-e pótolni játékos, de neki van egy olyan lehetősége, hogy mondjuk 2,5-3-szor annyi pénzt tud keresni, mint Pakson, és Pakson játszott x évet, akkor nyilvánvalóan az ember azt mondja, hogy figyelj, menjél, mert neked ez az életed van. Számít az egyéni sorsa. Hát az egy élete van neki is. Igen, tehát, és ma már azért ebben a 12-es NB1-es mezőnyben félig vicces tudom, hogy azért 11 helyre lehet menni, ahol többet lehet keresni. Szegény Paks egyébként tényleg, de bizonyára így van. Azt szeretném tőled még kérdezni, hogy úgyis, mint egykori sportállamtitkár, úgyis, mint korábban, ha jól emlékszem, 10 évig voltál ide, igazolt labdarúgó. Igen, magam módján, igen. A magad módján. Ki tudom, mi lett volna belőled, hogyha jobban kitartasz. Ha nem sérülök meg, igen. Igen, igen. Szóval, hogy látod te a magyar futball mai helyzetét, mondjuk az akkori időköz képest? Fejlődtünk, ha igen, miben, ha nem, miben nem? Mert nyilvánvalóan jóval több a pénz most a futballban, mint annak idején, mondjuk jó 10 éve. Hogy állunk? Én nagyon régóta azt mondom, hogy a labdarúgás az mindig tükörképe a társadalomnak minden országban, és erre számtalan példát lehet mondani a világból, ami ezt szerintem igazolja. Az biztos, hogy azt a futballt meg ezt a futballt nem lehet összehasonlítani. Tehát ugye abban az időben Magyarországon elsőbb az edzőnek a személyre hagyatkoztunk, hogy túledzett a játékos, milyen állapotban itt tud. Ma gyakorlatilag mit tettek a játékosok, igen, arról is ma mindent mérnek, vagy mérünk. Tehát pontosan látszik az, hogy valaki milyen intenzitással edz. Ad abszurdum, Aurél pontosan tudja, hogy ki mit csinált a szünet, téli szünetben, mert a számítógépen ez látszik. Tehát egészen más háttere van a futballnak, nem csak gazdasági szempontból, hanem sportszakmai, meg egészségügyi szempontból is, tehát össze nem lehet hasonlítani. Sajnos, ha lemaradsz, én azt gondolom, hogy az az olló az folyamatosan nyílik. Tehát akinek előnye van, annak egyre nagyobb előnye lesz. Az látszik, hogy még mindig nem vagyunk szereplői igazán a nemzetközi futballnak. Ebből a szempontból azt gondolom, az Európa-bajnokság az nagyon jót tett a magyar futball nemzetközi megítélésének, de például az nem látszik a nézőszámon, ami nagyjából tudható volt, hogy az a tömeg, amely megjelent Franciaországban a lelátókon, az nagyon kevéssé fette le azt a kisebb tömeget, amely NB1-es mérkőzése, tehát nem ugyanazok az emberek voltak kint. Az, igen? Visszatérve, csak egy mondat erejéig a nézőszámra. Valóban, hogyha elolvasunk egy statisztikát, hogy egy hétvégén hány ember megy ki első osztályú labdarúgó mérkőzésre Magyarországon, akkor az egy elég elborzasztó szám. Igen, de egyébként a környező országokban is ilyen számokat látsz. Akkor azok, ez nem magyar specialitás, de így van. Azok is elborzasztóak. Ráadásul ugye itt vannak ezek a, már ahol vannak, vagy lesznek ezek a vadonatúj, szép, nem kevés pénzből épült létesítmények. És érdekes mondani, ezek sem vonzzák a hirtelenjében a összetett tömegeket. Dolog ez. Én azt gondolom, hogy az, ha a létesítménye, mondom a pécsi példát, mert itt egy évig volt abban a szerencsében részem, hogy a pécsi futballklubot vezethettem, ott az egyetlen dolog, ami visszatartotta az embereket, az a stadion állapota volt. Tehát jó szívvel a feleségedet, kislányodat nem engedted el abba a WC-be. És már nem lehetett az felújítani, mert olyan állapotban volt. Tehát biztos, hogy kellenek modern stadionok. Nyugaton azt mondják, hogy olyan nem tudok jobb szót, feelinget kell biztosítani, mint egy bevásárló központban, hiszen az emberek szeretnek oda járni. Igen. Modern kell legyen, szép legyen. Ez biztos, hogy ez fontos dolog. Az, hogy nagyon sok csapatnak most a stadion rekonstrukció okán a hazai pálya megszűnt, és valahol, tehát az Újpest Kecskeméten játszik, ebből következik, hogy sokkal kevesebb néző van. Vagy a Dunói városban játszik a Vasas, vagy az MTK Honvédon, ebből következik, hogy sokkal kevesebb néző van. Ez is biztos. Az is biztos, hogy sajnos vagy szerencsére, nézőpont kérdése, nagyon jó futballt tudsz nézni a tévébe. Tehát látod a Bundesligát, látod az angol bajnokságot, a spanyolt, az olaszt. És a saját fotelomból igen, kinézel az ablakon, és felhős vagy, hideg van, akkor otthon maradsz és nézed. Tehát
mondjuk az én gyerekkoromban a TF könyvtárban a Kickerből tudtam tájékozódni a nemzetközi futballból, de azt is csak ott tudtam elolvasni. Ma bekapcsolod a tévét, és egy hétvégén megnézel 8-10 meccset. Megfebb kitéptél a Kickerből egy lapot. És elkértem, igen. Úgy csináltam a Bonfoci csapatot, hogy igen, hogy abból ki lehetett vágni egy idő után. Egy évvel, igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon összetett. Tehát nem csak azért nincsenek, mert az MLS-nek a szurkolókkal való politikáját a szurkolók egy jó része elutasítja, hogy így finoman fogalmazzak. Nem csak azért, mert hogy azt mondják, hogy a futball rossz, hanem ennek számos összetevője van, meg egy hétvégén milliónyi szórakozási lehetősége van egy embernek, nem csak a futballmeccs. Ugye a mi gyerekkorunkban az, hogy meccsre menni, az egy óriási dolog volt, nem nagyon volt más. Most azért mondjuk a fővárosban egy hétvégén ezernyi program van. Vagy mondjuk azt, hogy a szövetségek nem egyeztetnek, tehát van olyan, hogy a paksi kosármeccs meg a foci meccs egy időben van, és nem lehet eltérni, tehát nem a két klubon múlik. Hát gyerekkorunkban azért is mentünk, ugye, mert az apukán kivitt minket, aki egyébként igen, szokott meccsre járni. Igen. Ma már, ha apuka vagyok, nem biztos, hogy kimegyek a igen, de sok minden más tudsz csinálni, amit a te apukád még nem tudott csinálni. Hát igen. Ez tehát, biztos, hogy így van. Tehát összetett ez a kérdés. De van-e ebbe elmozdulás? Látszódik-e valamiféle előrelépés? Mert az, hogy többen vannak-e a stadionokban? Igen, mert hogy a nemzetközi mezőny az hihetetlenül változik és erősödik, és látjuk, hogy mekkora pénzek mozdulnak meg. Tehát egy-egy játékost mennyire adnak, vesznek mondjuk a úgynevezett menő bajnokságokban, uh-huh, ahhoz képest nálunk ezek nem vagyunk morzsák. Szereplő annak a világnak, persze. Tehát ez egy más kategória ezekkel a sok nullás különbségekkel. Tehát nyilván nagyon nehéz reálisan felvenni a versenyt ezekkel. De ugyanakkor hát mi mégiscsak itt élünk, itt kell létrehozni egy olyan sportháteret, ami tényleg szórakozást, kikapcsolódást, és egyfajta mintát is nyújt az embereknek. Tehát például nekünk van egy ilyen ötletünk, pénzünk még nincs rá, hogy ebben a stadionban, vagy a stadion területén legyen játszótér a gyerekeknek, valami modern, nagyon jó játszótér. Azért, hogy a 3-4 éves gyereknek teljesen természetes legyen, hogy ő a stadionban van, és ott jól érzi magát. Ugye ez az angol, amikor létrejött a Premier League, akkor az első 3 évben, ezt sok helyen elmondtam már, aki már hallotta, elnézést kérek tőle, az volt a marketing terv, hogy a futballistát férfiként kell megjeleníteni. Tehát izmosnak, olyannak, aki izzad, vérzik, hogy a nők kijöjjenek a stadionba, mert azt mondták, ha a nő kijön, akkor kihozza a gyereket, a gyerek ott talál magának hőst, akit vagy utánozni akar és futballista akar lenni, vagy csak nézni akar. És ha a nő ott jól érzi magát, és ott van a gyerek is, akkor nyugodtan jöhet ki a férfi is, akinek a zsebében meg pénz van, amit ott fog eltölteni. Egyébként ezt lehet látni, bocsáss meg, nem csak Angliában, hanem nagyon sok nyugati országban, ugye, hogy kiválasztanak egy-két idolt. Igen. Tulajdonképpen, aki minta lesz, aki parfümmárka lesz, aki ruhamárka lesz. Jó, csak ott van piac, tehát ebben hátrány vagyunk, mert ez a Magyarország, ez nem piac. Tehát ezért nem fognak parfümöt gyártani, hogy ez a már nem is 10 millió. Tehát az a baj, hogy ugyanazok a minták itt nehezen tudnak működni, meg itt a férfi zsebében nincs pénz. De itt is mégiscsak valami mintára szükség van. Igen, de most mondok neked egy példát. Volt abban szerencsé a részem, hogy Ausztráliában lehettem barátoknak. És kimentem a Melbourne Victory Brisbane Roar mérkőzésre, ahova 62 ausztrál dollár volt a jegy, az 210 valamennyi, tehát drága jegy átszámítva. De ott az nem pénz nekik. És az egész stadion a Melbourne Victory mezében volt, pedig az is 125 dollár volt. De meg tudják venni. Itt meg nem tudja megvenni az ember a mezt, mert 15 000 forint, és nem tudja megvenni. Pedig ugye milyen jól néz neki, ha a Fradi az egyetlen, ahol ez működik. De a kínai piacon nem kapsz paksmest. Persze, hát tehát mert annyian nem szurkolnak a paksnak, de a többi csapatnak sem. Tehát a Fradi kivételével ez nyilván Honvédnál, a Vasasnál kicsit működni látszik, talán az Újpestnél, de a többinél nem. Mert ugye ő nekik az egész országban a szurkolók nem hely. És nem látod azt, hogy mondjuk az a, nem mondok nagyszer, 1500 ember, aki kín van Pakson, hogy mindenki Paksmezbe jön neki. Vannak néhányan, főleg a gyerekeknek a szülő megveszi karácsonyra, de egyébként drága. Tehát az egész üzlet nem működik. Egy német bajnokságban egy csapatnak a bevétele előre számítható, annak a 70%-a a bérletekből, meg a fix reklámokból.
meg a tévébevétel. Most nálunk... Tehát már a szezon elején tudja a gazdasági vezetése egy klubnak. A 70% az ebből megvan. Hogy mi a helyzet? Most nálunk a tévébevétellel tud számolni, ez a, még azt hiszem, Kistek István kötötte először, és aztán a jelenlegi MLS vezetés pedig meg sokszorozta a bevételt ebből, tehát azzal tud számolni. Gyakorlatilag a jegybevétellel nem kalkulálsz, tehát az nulla. Tehát egy mérkőzést, aki hozol nullszaldóra, az egy jó eredmény. És az, hogy te a piacról behozzál olyat, aki reklámoz a stadionban, az megint csak majdnem lehetetlen. Tehát maga az üzleti modell nem működik úgy, ahogy működik ezekben az országban, ugye a négy nagyban, az olasz, az angol, a spanyol, meg a német bajnokságban. Ami minta lehet, ugye ez az osztrák, svájc, belga, akik elkezdtek dolgozni, ez az én mániám megint csak, hogy egy, tehát egy olyan nemzeti futball csinálnak, ahol vannak bizonyos központi elemek, amit most egyébként, most lehet a Stork személyét, meg az egészet szeretni, nem szeretni, de hogy abban biztosan van logika, hogy egy egységes történetet kell létrehozni. Az egy kérdés, hogy milyen alapokon, és látszik, hogy a világversenyeken most már egy bő évtized azok a csapatok érnek el eredményt, ahol központi az utánpótlás nevelés. És ez látszik eredményben, a Svájc hogy följöttek a belgák, a jugoszláv utódállamok, tehát vannak minták, amik követhetőek, de nyilván mi ezt magyarosan csináljuk mindig. Akkor így beszélgetésünk végén hadd kérdezzem csak meg, hogy... Csak beszélgettünk végig, igen. Igen, végül is. Igen, majd legközelebb folytatjuk jó. Valami mással, mert lehet, hogy lehetünk derülátok? Tehát te most hogy érzed? Jó, hogy alapállásból azok vagyunk, meg különben nem is igen, ez lett a válaszom, hogy alapállásból nyilván csak derülátok lehetünk, és én abban hiszek, hogyha mindenki a saját területén hozzáértően és tisztességgel végzi el a munkáját, akkor a sok kis jó világból előbb-utóbb lehet egy nagy jó világ. Hát én ezt kívánom mind a kettőnknek, meg a kedves nézőknek is, akik remélem érdeklődésre hallgatták ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. A Dínaport híradó autós partnere a Prémium Autóház Kft.